Kicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, Urunk bemutatásának Gyertya Szenteli Boldogasszonynak az ünnepén. Még alig ért véget a karácsonyi időszak, az évközi időnek a, az első időszakát ünnepeltük az elmúlt hetekben, és most újra a gyermek Jézus áll előttünk, akit 40 nappal a születése után Elvisznek a szülei a templomba, hogy ott találkozzon a hívő népével. Ez áll a mai Evangéliumunk ünneplésében, és ezzel a lelkülettel akarunk találkozni vele a mai napon. Evangélium Szent Lukács könyvéből amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, fölvitték Jézus Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvénye előírja, minden első szülött fiú az Úr szent tulajdona. Ekkor kellett Máriának ugyancsak az Úr törvénye szerint egy pár gerlét vagy két galambfiókát tisztulási áldozatul bemutatnia és íme volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfi, egy igaz és istenfélő ember, aki Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott benne. A Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, míg meg nem látja az Úr fölkentjét. A lélek arra indította, hogy menjen a templomba, amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint cselekedjenek vele. Simeon karjára vette őt, és így magasztalta Istent. Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, szavait szerint békességben, mert szemeim meglátták szabadításodat, melyet minden nemzet számára készítettél, hogy világosság legyen. Kinyilatkoztatás a pogányoknak, és dicsőség népednek, Izraelnek. Jézus atya és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához. Lám, egy gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben. Az ellentmondást jele lesz ő, még a telelkedet is tőr járja át, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai. Ott volt Anna profétanő nő is, Fánuel leánya Asher Törzséből, idős volt már, napjai előre haladtak. Leánykora után hét évig élt férjével, majd özvegyen érte meg a 84. évét. Nem hagyta el a templomot soha, bőtölve és imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal. Abban az órában is odament, dicsőítette Istent, és beszélt a gyermekről mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak. Miután az Úr törvénye szerint elvégeztek mindent, visszatértek városukba a Galileai názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött, eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvéreim, a mai ünnep mondani valóját az evangélium egy az egyben elénk tárja. Jézussal azt teszik a szülei, amelyet minden egyes zsidó kisgyermekkel Jézus Krisztus korában megtesznek, 40 nappal a születése után elviszik őt a templomba, hogy Mária bemutathassa a tisztulási áldozatot, és egyáltalán Jézus is bemutatásra kerüljön ott a mennyei atyának. Amikor megtörténik ez a bemutatás, akkor két személlyel való találkozás is leírása kerül az evangéliumban. Az egyik Simeon, a másik Anna profétanő. Simeonnal való találkozása Jézusnak a Szentlélektől való ígéretre épül. Simeon kapott egy olyan saját magának neki szóló kinyilatkoztatást, a Szentlélek elmondta neki, hogy nem látja meg a halált, nem hal meg addig, amíg nem találkozik az üdvözítővel, a messiással. Ez azért is fontos, hogy így meghatározásra került, mert a választott tagjai mind a mai napig várják a messiást, várják, hogy eljöjjön. Éppen ezért ez a várakozás valójában a választott nép minden tagjában jelen van. Simeon annyiban különleges, hogy ő kap egy ígéretet arra vonatkozólag, hogy még életében láthatja a messiást. Tehát nem valami távoli időpontra helyezi a messiás érkezését, hanem még az ő életébe. S a Simeonnal való találkozásból a Nung Dimittis himnusz születik meg, most már elbocsáthatod a Uram szavait szerint békességben, amelyet egyébként a befejező ima imaórában szoktunk imádkozni nap, mint nap. Ez a himnusz, amely Simeon ajkáról elhangzik, figyelmeztet és emlékeztet bennünket arra, hogy mindannyian, valamilyen céllal érkezünk ebbe a világba. Vannak Tervei Istennek velünk. És ez azért is szükséges ez a figyelmeztetés, mert nagyon sok esetben azt gondoljuk, hogy az életünkre vonatkozó terveket mi magunk határozzuk meg. Nekünk vannak elképzeléseink, terveink, amelyeket szeretnénk megvalósítani. De alapvetően Istennek a tervei azok, amik megvalósulnak. Ő az, aki meghatározó ebben a helyzetben. A mi terveinket nagyon sok esetben fölülírják a külső körülmények. Szokták is mondani, hogy ember tervez, Isten végez. Ez arra vonatkozólag jelenik meg Simeon esetében, hogy őnek is lehet, hogy voltak tervei, voltak különböző céljai, voltak elképzelései, hogy milyen életet szeretne élni, de nem ezek domináltak végső soron, hanem az Isten terve, a Krisztussal való találkozásnak a lehetősége. A karjába fogadja Jézust. Látható, hogy Mária és József nem igazán tudnak mit kezdeni ezzel a helyzettel. Hiszen még csak egy csöpnyi csocsművel van dolguk, mégis ez már a többedik olyan találkozás, amelyben hangsúlyozásra kerül, hogy valami más, valami több Történik Jézusnak a világi történelemben való megszületése által. Éppen ezért, amikor az apostolokra való meghívás történetre is gondolunk, akkor a figyelmünk elsősorban arra irányul, hogy mi is valamilyen terv különleges meghívás részesei vagyunk az apostolok is. Mi is minden keresztény ember. Ahogyan Simeon kap egy sajátos küldetést, mi magunk is kapunk sajátos küldetést, ez azonban az is szükséges, hogy mi magunk is kezdjünk el imádkozni és a lélek indítására cselekedni, ahogyan Simeon tette azt. A másik szereplője az Evangéliumnak, Fánuel leánya, Anna, profétanő, aki szintén elmegy a templomba, és a templomban való találkozása őnek is különlegessé válik azáltal, hogy ő maga is találkozik Jézussal. Őnál nem tudjuk pontosan, hogy mit imádkozott, vagy éppen mi történt ezzel, de ő is hangsúlyozta, hogy neki is nagy öröm a messiással való találkozás. Vajon számunkra örömmel a Krisztussal való találkozás? Föl kell magunknak tenni ezt a kérdést. Arra emlékeztete és figyelmeztet bennünket, hogy Istennek terve van velünk, vagy kényszernek érezzük ezt a tervet, és inkább a saját terveinket akarjuk megvalósítani. A gyertya szentelési szertartás, amely a mai naphoz kapcsolódik, alapvetően arra figyelmeztet bennünket, hogy Krisztus itt van közöttünk. Különböző szimbólumokban, különböző módon mi is találkozhatunk vele. A meggyújtott gyertya egyben figyelmeztet a Krisztussal való találkozásra, hiszen maga a gyertyaszál is egy Krisztus szimbólum. Ugyanakkor maga a mozzanat, ahogyan kezdődik a Szent Mise, hogy gyertyával a kézben történik a bevonulása a templomba, Egyben figyelmeztet bennünket is arra, hogy amikor azt gondoljuk, hogy mi döntünk arról, hogy elindulunk a templomba, valójában Isten már korábban meghívott bennünket, és mi csak ennek a meghívásnak engedünk. Itt tehát meghatározó, hogy tudjunk engedni ennek a meghívásnak, tudjuk követni Krisztust, akarjunk vele találkozni, ahogyan Simeon és Anna tette erről a találkozásról, tegyünk tanulságot a hét folyamán, illetve indítson bennünket a gyertyaszentelő boldogasszony ünnepe arra, hogy mindig alázattal tudjuk elfogadni Isten terveit a mi életünkben, és bátran merjünk Krisztussal találkozni, és erről a találkozásról beszámolni fele barátainknak. Amen.